Szép jó estét kívánunk, kedves nézőink! Önök élő kívánság műsorunkat látják itt a hatos csatornán csütörtökön este. 269-03-86-os a telefonszámunk. Ma este is erre a számra várjuk az önök kedves kéréseit, kívánságait, és szeretettel köszöntöm vendégeinket itt a stúdióban. Kátai Zsuzsa és Bokor János van itt velünk ma este. Nóta énekesek, illetve operett énekes a Zsuzsa. Szeretettel köszöntjük őket, és ma esti vendégünk Peller Károly, színművész, táncos, komikus, a Fővárosi Operett Színház oszlopos tagja. Szeretettel köszöntünk itt a körünkben. Szervusztok. Örülünk, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm szépen a meghívást. Remélem, hogy nagyon-nagyon sok kedves néző is örül annak, hogy láthat téged itt a körünkben. Reméljük. Nagyon szép dalok hoztak magukkal ma este is a kollégák. Már látható a képernyő alján, hogy miből válogathatnak ma este, úgyhogy hívjanak minket, 269-03-86-os a számunk, és elfelejtettem bemutatni műsorvezető kollégámat, Leblanc Győző, a Magyar Állami Operaház magánénekese. Illetve Tóth Éva. És már is megérkezett az első kedves telefonálunk. Halló, szép jó estét kívánunk! Jó estét kívánunk! Péter Jánosné vagyok. Üdvözlöm. Bokor Jánostól szeretném kérni saját magamnak a Könycseppek az útborába című nótát. Jaj, de gyönyörű, szép nóta. Rendben van, honnét hívott minket? Én Budapestről hívtam önöket, én már többször telefonáltam, egyszer-kétszer sikerrel jártam, hát nem mindig. Igen, igen. De most szerencsém volt. Köszönjük szépen, további szép estét kívánunk, és nagyon jó szórakozást. Köszönöm szépen, viszonthallásra. Minden jót, viszonthallásra, és már is küldjük az ön által kért gyönyörű szép dalt, Könycseppek az útporában, Bokor János énekel. Nehéz vándorult az élet, vándor a sok árva lélek. Szomjazva a boldogságot, járjuk ezt a búsi világot. Útunk végén alkony tájban, árva a szív egy magát. Ködötte a tűnő nyárban, Könycseppek az útporában. Boldogságra vágytam én is, boldogtalan lettem mégis. Mint hiába hittem benned, szívem néked mégsem kellett. Lázas álmok, vágyak, tervek, te nélküled mi vélettem. Télbe fajló őszi tájban, Könycseppek az útporában. Egyszer minden útnak vége, elfogy majd a könny is véle. És ha volt is jóban részem, szétfoszlik a messzeségben. Emlékeddel bús szívemben, eltűnök a végteremben. Nem marad más én utánad, Könycseppek az útporában. Emlékeddel bús szívemben, eltűnök a végtelemben.
nem marad más én utánam. Könnycseppek az útporában. Hát azt hiszem, ez a gyönyörű dal az Akácok-sús szintjére kezd kerülni. Annyira népszerű és annyira szeretik. Hát gyönyörűen is csinálod, János, nagyon szép. Én mutattam be először. Igen. Mondjuk el a szerzőket ki is. Jó? Ez Somogyi Zsolt és Vas Gábor szerzői. Gyönyörű dalokat írtak. Nagyon szép dalokat írtak. Egy nagyon sikeres szerzőpárosról van szó. Igen. Akik, hát az egyikről tudni kell, a Somogyi Zsolt, ugye, hogy 18 éves korában már olyan komoly érzelmű, mély érzelmű dalokat írt, hogy egyszerűen nem tudta elhinni az ember, hogy ez egy 18 éves gyereknek a lelkéből fakad. Aha. Szóval mindenre születni kell, ez is az bizonyítja. A másik pedig, hát Vas Gábort azt ismerjük már régtől fogva. Ugye az Editio Muzikának volt a vezetője sok éven keresztül, és nagyon sok magyar nótát írt. Gyönyörű. Köszönjük szépen neked, János. Köszönjük szépen. És kérjük már is a kedves nézőt, aki a vonalban van. Halló, szép jó estét kívánok. Szép jó estét kívánok mindnyájuknak, sok szeretettel. Kezdj csókolom. Cseperő vagyok, Julianna. Üdvözöljük, kedves Julia. Én is Kátai művésznőtől szeretnénk kérni a Könnyek nélkül élni könnyebb, ha már a könnyeknél tartunk. És ezt a kisunokámnak 16. születésnapjára, Biancának kérem, meg Budakeszin, vagy illetve Dunakeszin van egy barátnőm, Erzsike, és annak a névnapjára szeretném ezt a szép számot. Rendben van, kedves Júlia, már is küldjük. Nagyon szépen köszönöm, és további szép estét. Önöknek is minden jót, további szép estét. Köszönjük szépen a telefont, és következzék, akkor folytassuk a könnyekkel. Könnyek nélkül élni könnyebb. Kátai Zsuzsa énekel. Köszönjük szépen Zsuzsának, nagyon szép volt ez a dal is, gyönyörű szép magyar nóták vannak, úgyhogy nem csodálom, hogy a kedves nézők ezeket kérik és szeretik.
És akkor kérjük már is a következő kedves nézőt. Halló, szép jó estét kívánunk! Sok szeretettel köszöntöm kedves minnyájukat. Lev Jánosné vagyok, Bori, Zuglóból. Üdvözöljük, kedves Bori! Én először is meg szeretném köszönni utólag az emlékműsort a szerkesztőségnek. Nagyon szép volt. Örülünk neki. És kérném szépen Bokor János művész úr előadásával maga az első bűnös asszony. Igen. És küldeném Szabó Szilvikének sok boldog névnapot, és a Zsivora Park minden Erzsikéjének, Bözsikéjének, mindenkinek küldöm sok-sok szeretettel. És minden jót kívánok Önöknek, és köszönöm a lehetőséget. Nagyon kedves, köszönjük szépen mi is a telefon, további szép estét kívánunk, és Bokor János előadásában akkor minden Erzsikének, Bözsikének, Csöpikének, mindenkinek küldjük, aki az Erzsébet nevet viseli, a maga az első bűnös asszony. Nem felejtem el sohasem azt a szép időt, mikor kimondta az igent az oltár előtt. Nem volt nálam boldogabb a földön, két szememben ott égett a tűz. Hová szállt az örökkön örökké, ami minket még egymáshoz fűz? Maga az első bűnös asszony, akit sosem felejtek el, szívemre táborult. Ma minden válni kell, magának mindent megbocsátok, azt is, hogy egyszer elhagyott. Maga az első bűnös asszony, akit felem. Ne hullajtson értem soha búcsú könnyeket, vallja be hát őszintén, hogy sosem szeretett. Legalább most ne hazudjon nékem, legyen egyszer én hozzám is jó. Vallja be hát, amitől úgy féltem, sebezzen meg az utolsó szó. Maga az első bűnös asszony, akit sosem felejtek el, szívemre rámorult az hal. Hiába minden válni kell, magának mindent megbocsátok, azt is, hogy egyszer elhagyott. Maga az első bűnös asszony, akit feled. Köszönjük szépen Jánosnak, és
Nagyon-nagyon szép volt egyébként. Igen, annyi, ez is annyira jó ez a dal, hogy őrület. Nagyon jól szerkesztik a nézők a műsort, úgyhogy meg vannak dicsérve. Csak így tovább, 269-0386-os a telefonszámunk. Na. Elnézést kérlek. Tehát 269-0386-os a telefonszámunk, és önök élő kívánság műsorunkat látják itt a hatos csatornán. Kedves vendégünk pedig itt a jobb oldalamon, Peller Károly, színművész, az Fővárosi Operett Színház. Budapesti Operett Színháznak a tagja. És ahogy ugye hallottuk, rendezgetsz is most már. Ez az első rendezésed, vagy egyébként már ezt megelőzte valami más? Igazából van nálunk a színházban egy iskola, az Operett Akadémia, ahol én vizsgálóadásokat már rendeztem, de az első nagy színházi ez a Tatabányai Régi Nyár volt, és ez lesz a második, ez az Oszi-Boszi. Milyen siker volt? Nagyon nagy siker volt. Volt. A nézők imádták, és szakmai szemmel is nagyon sok kollega volt, és rendezők és színházigazgatók. Több előadás is megy belőle? Persze, most is lesz novemberben kettő, és ahogy kitették, rögtön teltházas lett, úgyhogy nagyon-nagyon büszke vagyok rá. Örülünk neki, akkor most viszont szeretném, hogyha te énekelnél nekünk itt a kedves nézőknek, mégpedig ugye amiket hozott itt nekünk Karcsi számokat, hogy most ne legyünk olyan nagyon szomorúak, én szeretném, hogyha látta-e már Budapestet éjjel. Ez a dal következik most, Peller Károly énekel. Látta-e már Budapestet éjjel? Jöjjön velem, tekintsen most széjjel, ne töltse az éjszakáit alva, így lesz önnek Pestről is fogalma. Nem kell a nap ragyogó sugára, epedve várok az éjszakára, azért zengem teli tüdős kéjjel. Milyen szép vagy, milyen szép vagy, Budapest, mi mese szép vagy éjjel. Legigazibb örömöm, külföldi, ha Pestre jön, kalauzolni őt mindenfelé. Nézze meg a Ligetet és a Margit szigetet, jöjjön el a parlament elé. A sok apró intrikát, mellékutcák illatát, legjobb lesz, ha nem emlegetem. S ha néki konveniál, amikor az éj leszáll, kitűnő helyekre vezetem. Látta már Budapestet éjjel? Jöjjön velem, tekintsen most széjjel, ne töltse az éjszakáit alva, így lesz önnek Pestről is fogalma. Nem kell a nap ragyogó sugára, epedve várok az éjszakára, azért zengem teli tüdős kéjjel. Milyen szép vagy, milyen szép vagy, Budapest, mi mese szép vagy éjjel. Köszönjük szépen, és magyar azt hiszem, hogy elő. Igen, magyar és jó. Ennek a dalnak ugye a díszlet is kedvezett, hiszen körülötted az éjszakában Budapest képei láthatók, igen. Úgyhogy láttuk, hogy rögtön föl is fedezted, persze, ahogy oda mentél. Színész! Köszönjük szépen neked. Halló, szép jó estét kívánunk! Szép estét kívánok! Lajko Ferenc vagyok, Budapestről a harmadik kerületben. Üdvözlő, kedves Ferenc!
Tóth Évától szeretném meghallgatni az Elmegyek az életedből című dalt. Rendben van, küldi valakinek, Ferenc? Nem küldöm senkinek, özvegy vagyok, egy-egy drága ember vagyok, de éppen most akadt meg egy kapcsolatom, és... Hát ez arra nagyon aktuális. Igen, ez gyógyi lett a lelkemnek. Úgy legyen, örülök neki. Akkor készüljétek. Mi is köszönjük további szép estét önnek, és köszönjük szépen a telefont. Én pedig szeretném felkonferálni. Figyelek, azt mondta azért, hogy elmegyek az életedből. Ez következik most Tóth Éva előadásában. Megyek az életedből, meglátod, hogy a szememből nem csordul egy könycsebb. Elmegyek, hogy ne láss többé, légy te boldog mindörökké, ha néked így könnyebb. De hosszú éjszakákon a szemedre nem jön álom, rám gondolsz mégis. Ott valahol messze-messze én se húnyom a szemem le. Elzokogok foszlott minden álom, keresem, de nem találom, ki a hibás bennem. Én is tudom, te is érzed, ez a sorsom, ez a végzet, másképp, hogy is lenne. Jöjjön hát az Isten velem, gyújtsd felém a kis kezedet, egyszer utoljára. Felejtsd el, hogy szerettelek, ne érezd, hogy a lelkemet csókolom. Isten veled, nyújtsd felém a kis kezedet, egyszer utoljára. Felejtsd el, hogy szerettelek, ne érezd, hogy a lelkemet csókolom. Nagyon szép ez is. Kellemes. Igazi érzésekről, emberi érzésekről szólnak ezek a magyar nóták. Említsük meg, hogy ki kíséri ezt a dalt, Évi, mert azt hiszem megérdemli, nagyon szép volt a kíséret is. Szalai Anti, ugye? Szalai Antal készítette nekem ezt a lemezt, igen, és gyönyörűen játszotta föl a dalokat, mindegyiket, úgyhogy örülök neki, és innét is köszönöm, hogy ezt megtette nekem. Halló, szép jó estét kívánunk! Már is van egy következő telefonáló. Jó estét kívánok! Kezdj csókolom! Péterről Magdiné telefonálok ismét, és egyrészt a férjemnek az emlékére szeretném kérni, másrészt egy nagyon kedves kolléganőmnek is van
Nagyon kedves, köszönjük szépen, mi is nagyon szép éjszakát kívánunk, de azért még maradjon velünk, jó? Köszönjük szépen a telefon, további szép estét, minden jót, viszont hallásra, és ehhez van itt nekünk egy levelünk, amit Vecsésről írt Honfi Józsefné, ez a levél pedig Erzsébet nap alkalmából szeretném köszönteni Vecsésen kedves szomszédasszonyomat, Miszti Erzsikét, a Time to Say Goodbye című dallal. A Jóisten adjon még neki családja körében, egészségben eltöltött sok-sok boldog névnapot, írja Anci. Tehát akkor neki is szóljon a következő dal, Time to Say Goodbye. Le parole, e io sì lo so che sei con me, con me. Tu mia luna, tu sei qui con me. Mio luna, tu sei qui con me, con me, con me, con me. Con te io
És azt hiszem, már is van egy következő telefonáló. Halló, tessék, szép estét kívánunk! Szép estét kívánok mindannyiuknak! Kezi csokor! Nagy tisztelettel, szeretettel köszöntöm, a 17. kerületből Terézia vagyok. Üdvözöljük, nagy... kedves Terézia! Köszönöm szépen, mindannyiukkal személyesen is találkoztam, nagyon boldog vagyok. És szeretném a Peller Károly művész úrtól kérni az Egy rózsa szár szebben beszél című dalt, és operettet, és szeretném küldeni a 6-os csatorna minden kedves dolgozójának. Jaj, de aranyos! A sok kedves munkájukért, mert a múlt héten ugye említést tettem be, hát őnekik még soha se küldtem dalt, úgyhogy egy szár rózsát mindenkinek. De aranyos! És akkor szeretném küldeni barátnőimnek, és Tóth Veronikának, akit nagyon-nagyon szeretek, egy klubtagot, és jóban-rosszban együtt vagyunk. Rendben és van. Minden jót kívánok a kedvességükhöz, a jóságukhoz, a sok szép műsorért, és sok sikert, jó egészséget kívánok. Nagyon kedves, köszönjük szépen, Terézia, és már is küldjük önnek ezt a gyönyörű szép dalt. A János Vitézből Egy rózsaszál szebben beszél, Peller Károly énekel. Egy rózsaszál szebben beszél, szerelmesebb levél. Nem tud az írni, aki küldte, és aki küldte már nem él. Nyugszik a csöndes temetőben, szemét lezárta a halál. Az ő porából nőtt e rózsa, e rózsa, rózsa, rózsaszár. Rózsaszál, ezt hoztam én, benne az ő szerelmeik. Így tud a hűséges szerelmes a síron túl a csöndes temetőben, szemét lezárta a halál. Az ő porából nőtt e rózsa, e rózsa, rózsa, rózsaszál. Csöndes temetőben szemét lezárta halál. Te él szerelme ez a rózsa, e rózsa, rózsa.
Köszönjük szépen. Köszönjük szépen, nagyon szép volt. Hát új oldalról bizony, én pont ezt akartam mondani, hogy úgy erről az oldaláról még nem is ismertem. Köszönöm szépen. Nagyon, és nagyon jól áll nekem. Hát az embernek már azért kell gondolkodni a szerepkörváltásban lassan. Ugyan. Másrészt meg a János Vitézt én nagyon-nagyon szeretem, már kicsi gyerekkorom óta, és hát persze egy ideig Jancsi akartam lenni, de aztán rájöttem, hogy a Bagó az egy sokkal összetettebb szerep. Annak ellenére, hogy ugye az eredeti műben nincs benne, csak az operettben, vagyis a daljátékban, és hát remélem, hogy majd meg fog találni még egyszer. Úgy legyen, neked való, tényleg nagyon-nagyon szépen csináltad. De már is van egy következő telefonálunk, halott eszék, szép jó estét kívánunk! Szép estét kívánok, mindjájuknak, sok szeretettel. És szeretném, 11. kerületbe beszélek, Julika, és szeretném Szabó Szilviának a névnapi alkalmából elküldeni azt a számot, hogy hinni kell a boldogságba, Bakor János művész úrtól. Igen, rendben van, már is küldjük. Az énekes Szabó Szilviáról van szó? Igen, arról. Akkor én is kívánok neki nagyon boldog névnapot, és minden Szilviának Magyarországon is, a határokon túl is. Nagyon szépen köszönjük, további szép estét kívánunk. Nézzenek minket továbbra is, kedves nézőink, élő kívánságműsorunkat látják itt a 6-os csatornán. 2690386-os a telefonszámunk, Szabó Szilviának szóljon hát a következő dal. Hinni kell a boldogságban, Bokor János énekel. Azt mondják, hogy úgyis eljön egyszer. Ha majd hozzád bekopogtad, fogad illő gyöngéd szeretettel. Vigyázz rá, hogy el ne menjen, maradjon csak mindörökre nálad. A boldogság ritka vendég, őrizd meg, ha végre megtaláltad. Hinni kell a boldogságban, ne sietesd, türelemmel zárd szívedbe, hogyha eljön, ne feledd, hogy erre sokan várnak. Te már tudod, csak az boldog, aki igaz szerelemben élhet. Hinned kell a boldogságban, mert valaki elhozza majd néked. Te már tudod, csak az boldog, aki igaz szerelemben élhet. Hinned kell a boldogságban, mert valaki elhozza majd néged. Hát ez a Könnycseppek az útporában méltó párja. Azt hiszem ez a két dal már hozzád kötődik.
Ki írta ezt a másikat is? Zé Horváth Gyula. És azt hiszem, hogy Vas Gábor. Aha. Igen. Nagyon szépek, mind a kettő nagyon, és a tiéd, abszolút a tiéd. És nagyon sokan kérték egyébként is. Te mutattad be, igen. Hozzád kötődik már, mindenki tőle kérik. Kérjük a következő kedves nézőt, halló, szép jó estét kívánunk. Jó estét kívánok, Rudányi Béla vagyok a Honvezér utcából. Üdvözöljük, kedves Béla. A megjelennek szeretnék küldeni névnapja alkalmából Katalin napra, a Londonban helyi számos utca. Már is. Rendben van, Béla, már is küldjük. Rendben van, már is küldjük, de azért még egy kicsit korán van, nem? Mikor hát, van Katalin? 20, igen, egy hét múlva. Hát akkor már nincs is olyan korán. Rendben van, már is küldjük, jó? További szép estét önöknek, minden jót, köszönjük szépen a telefont. Londonban hely van, számos utca, Leblanc Győző énekel. Londonban hely van, számos utca, és minden utcán van saró. És minden sarkon vannak házak, és minden házon ablakok. De az egész nagy Albionban nincs több oly ablak, mint ahonnan. A legszebb rózsa az Albini, a legszebb rózsa az Albini, de az egész nagy Albionban nincs több oly ablak, mint ahonnan. A legszebb rózsa az Albini, a legszebb rózsa az Albini. Bobórfi helylegény a talpán, a harja hű, a csókja mér. Minden leány utána hordol, már rabjai a híret néz. De régi máslány csókja nem kell, egy lányra gondol este reggel. Köszönjük szépen Győzőnek, nagyon szép volt, és ezt a számot is nagyon-nagyon sokan szeretik egyébként, pedig magát az operettet nem igazán játsszák. Vajon érdekes mi lehet az oka? Egyébként én pont ebből a dallal felvételiztem annó az operett színházban. Igen. Úgyhogy olyan jó volt hallani. Nem tudom, pedig a Bob Herceg ugye az első világot bejárt operett, Huszka Jenő operettje. És ennek ellenére mégis... Ritkán tűzik ritkán, műsorra ritkán, a színházak. Pedig van. Nagyon jó kis pedig jó, vannak. Bizony, jó és jó igen. Kis darab igen, egyébként igen. Is. Most pedig kérjük akkor a következő kedves nézőt. Igen, halló, szép jó estét kívánunk. Jó estét kívánok. Jonas Sászolé vagyok Pécerről. Már a második kedves néző. Örülünk neki. És én a Vakori Jánostól szeretném kérni, a Nótás Kedvi volt az apám. Igen. És ezt küldeném én saját magamnak, és a kedves lányának, a Vakori János lányának, a Mariannak, akit mi nagyon szeretünk, és most nagyon szurkolunk neki, hogy a Voice-ba sikeresen tovább jusson. Úgy legyen! Igen. Úgyhogy ismerjük őt személyesen. Aha, értem. A Mariannak a barát, a Mariannak fiával él együtt. Na, hát akkor családba marad a dolog.
Családban van. Jó másfolit. Rendben van, nagyon kedves. Köszönjük szépen a telefont, és már is küldjük a kért dalt. A Bokor János énekel. Eskendő volt az apám, átmulatott sok éjszakán. Nem sajnálta rá a napot kettő, hármat egybe toldott. De még azt is megduplázta, az anyám megdorgált. Ha a cigány nem jól játszott, a nagy bőgőbe belevágott. Nótás kedvű édesapám, Heiner Hagen nem dalol már. Szívemet a bánat rágja, egy-egy édes nótájáról. Mi lett a sok nóta vége? Kivitték a temetőbe. Balos ajkú kis madár, az apám fejfájáról. Visszajött a kis madárka, virágot hoz a szájából. Azt daloltam, azt mesélte, apám sírval márul tép. Magyar nóta virágot hajt évek óta, s mindig új nő a nyomában, a fölcsendül a nótája. Mert ott mind magyar nóta virágot hajt évek óta, s mindig új nő a nyomában, ha felcsendül a nóta. Ez is egy gyönyörű magyar nóta. Hát igen, az egyik legszebb édesapáról szóló nóta. Viszont én most szeretném megénekeltetni Kátai Zsuzsit, mert itt csak a férje szerepel ma este, igen, úgy látszik, úgyhogy igen, akkor most egy kicsit Bokornét is megénekeltetjük, jó? És valami vidámat, Zsuzsikám, mert jó, ugye boldogan hoztál itt nagyon vidám csárdásokat, jó, úgyhogy szívesen ebből szeretném, jó? Én is az összes Erzsébetnek és a következő nagynévnapos Katalinoknak is, úgyhogy szeretettel. Rendben van, akkor légy szíves, fáradj a színpadra, jó? És most meghallgatunk egy szép kis nóta csokrot, Sárga Rigó és Hat nap óta szól a nóta, Kátai Zsuzsa énekel, már is. Sárga Rigó, gyerek a cipó, a babám édes csúfja volna. Még, hely, amikor a valam
rám, volna ám hozzád egy kis mondó. Nagyon jó volt egy kis vidámság így az ajánló előtt, most rövid időre elköszönünk, de aztán folytatjuk a kívánságműsort. Szeretettel köszöntjük a most bekapcsolódó kedves nézőinket, 2690386-os a telefonszámunk, és önök élő kívánság műsorunkat látják itt a hatos csatornán, annak is a második részét, és már látom, hogy van ismételten kedves néző a vonalban. Háló, szép jó estét kívánunk! Jó estét kívánok! Kezi csokolom! Telefonálok! Igen. És tényleg szeretném tudni Röblan Győzőkről a Pokém életről a párját. Boldogan. Nagyon szépen köszönjük a telefont. Van valamilyen alkalom, vagy csak egyszerűen szeretik az operát? Hát szeretik az operát, és én nagyon szeretem a férjemet. De aranyos! Ott van a férje ön mellett? Hát mindjárt is. Mindjárt. Oké, okay, rendben, akkor meglepetés lesz, ugye, gondolom. Hát igen, nem tudja, hogy telefonálok. Aha, rendben van, hát akkor már is küldjük. Jó, nagyon szépen köszönjük a telefon, további szép estét önöknek, és akkor következzék a Bohém életből Rodolf áriája, Löblan Győző énekel.
Köszönjük szépen, nagyon örülünk neki, amikor operát kérnek a kedves nézők, és vendégként ugye opera énekeseket is szoktunk hívni, úgyhogy nem csak a Győző műveli itt ezt a műfajt, hanem vannak kollégái, akiket be szoktunk hívni, és bizony a kedves nézők nagyon szeretik. Most milyen jó lett volna, folytatja valaki, hogy úgy hívnak, bizony, igen. Igen, de most van egy kedves néző a vonalban, úgyhogy most őt fogjuk meghallgatni, hát ha éppen Miminek hívják. Halló, szép jó estét! Jó estét kívánok! Kedvi Csokró! Én miként szeretném, hogy veled is megtörténhet ezt a szép számot kérni. Rendben van, milyen alkalomból tetszik kérni? Hát ez egy régi szerelem emlékére. Értem. Rendben van, hát ennek nem lehet ellenállni, kérem, már is küldjük. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon kedves, köszönjük szépen, mi is a telefon, további szép estét kívánunk. Akkor te menjél, igen, én pedig. Én megyek. Szorgalmasan fölkonferálom, hogy most pedig következik, veled is megtörténhet egyszer, sőt, minnyájunkkal. Tóth Éva énekel. Veled is
is megtörténhet egyszer, hogy sírsz majd egy régi perc után. S lehet, hogy reszkető kezekkel egy dalt kutatsz a néma zongorán. Bolondos nappalok jöhetnek, magányos, lázas éjszakák. Az is lehet, hogy elkerülnek, aki ma vár, az holnap meg se lát. Ne félj, feloldlak szabad alól, s jön majd helyen. Hogy hozzám még visszatalálj. Veled is megtörténhet egyszer, hogy sírsz majd egy régi perc után. Ne szégyel, ezt teszi az ember, ha könnyed ejtesz, vagy álmot kergetsz. Gondolj néha rám. Megtörténhet egyszer, hogy sírsz majd egy régi perc után. Ne szégyeld, ezt teszi az ember, ha könnyed ejtesz, vagy álmot kergetsz. Hát nosztalgiáztunk egy kicsit, reméljük odaért a kedves férje is, retro, és igaz? Hallgatta ezt a szép számot. Éppen beszélgettük, hogy milyen gyönyörű számok vannak, egyik szebb dallam és érződ dal, mint a másik. De már is kérjük a következő telefonálót. Nem kérünk telefonálót, mert én most a Karcsival szeretnék még egy-két szót váltani. Mondd el, hogy milyen terveid vannak. Hú, hát... Hadd tudjuk mi is. Jó, sok minden van most, ugye. Meg volt a Marica grófnő, most remélem, hogy meg lesz ez az Oszi-Boszi december 16-án, aztán rögtön megyünk szokásos karácsonyi turnénkra Münchenbe, úgyhogy 24-én fölünk a buszra vagy repülőre, most idén nem is tudom, mivel megyünk, úgyhogy a karácsonyt, szentestét természetesen ott töltöm. Aztán hazajövünk, és január végén bemutatjuk a Victoria című operettet, és ahogy ezt bemutattuk, rögtön beleesünk az Ördögölő Józsiás című új magyar musicalbe, ami Tamási Áron regény alapján íródott, és az végre egy jó kis új szerep nekem, mert én fogom játszani az ördög fiát, tehát a gonosz főszerepet, úgyhogy ezt nagyon várom. Igen, kihívás neked, igen, gondolom. Igen. Ilyen hasonló szerepet, valamit?
Játszottál már? Még a pályám elején játszottam egy gyerekszínházban, és ott ugye mindig én voltam a királyfi, és egyszer gondolt egyet a színház vezetője, és a Pinokkióban megkaptam a róka szerepét, és hát imádtam. Igen? Imádtam gonosz lenni, igen. Húha! Akkor meglátjuk majd, hogy ebben milyen leszel. Igen. Minden esetre most énekelj nekünk, jó? Légy szíves! Még pedig Len, a katona karmester következik most. Peller Károly. A banda élén még megyek, száz szem tekint felém. Csikling trala, csikling trala, vidibum, vidibum, vidibum. Megállnak mind az emberek az utca két felén. Csikling trala, vidibum, vidibum, vidibum. E hallgatóságú, de nagyszerű, és főleg nőnemű, csinos parásszemű. Megnyílanak mind-mind az ablakok, és a földi angyalok. Sóhajtőcske lányka száz, érte még szívében láz. Rám borul a kis hamis, megolvad még a jégcsap is. Hogyha szemtől szembe néz, a pillatása megigész. A banda élén vinni kell a karmester botot. Csikling trara, csikling trara, vidibum, vidibum, vidibum. Mint láthatja a sok irigy, e munka nem robot. Csikling trala, vidibum, vidibum, vidibum. És hozzám hány lány szólott esztelen, szép holdas estelen. De nézd meg estelen, a forró számhoz leszerep a rót, édes ugye a hargató. Ó, de szép, de csábító, oly hódító, elbódító. Sóhajtőcske lányka szasz, érte még szívében láz. Rám borul a kis hamis, megolvad még a jégcsap is. Hogyha szemtől szembe néz, a pillantása megigész. A kis hamis, megolvad még a jégcsap is. Hogyha szemtől szembe néz, a pillantása megigész. Nagyon édes volt, köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Hál' Istennek, hogy vannak ilyen dalok is, ilyeneket is hoztak a kedves vendégeink. Halló, szép jó estét kívánunk. Kedves csókolom a hölgyeknek, jó estét az uraknak. Szép jó estét. Jó estét vagyok Újpalotáról. Üdvözlöm. És a Bokorvigyőszótól szeretném kérni, a Fölmegyek az Úristenet című számot küldeni a feleségemnek, mert nagyon szeretjük a művészót. Rendben van, már is küldjük. Köszönjük és jó egészséget mindenkinek. Mi is hasonló jókat kívánunk önöknek. Viszont hallásra köszönjük a telefon, további szép estét kívánunk. És akkor következzék Kalapomon piros rózsa, vagyis Fölmegyek az Úristenhez, énekel Bokor János. Csárdás. Kalapomon piros rózsa, magám télen mondom, fizetségül nekem éltem az évemet mondom, de szív nélkül, egy szív nélkül nem tudok így élni. Eljöttem hát a szívemet tőled visszakérni, de szív nélkül, hely szív nélkül nem tudok így élni. Eljöttem hát a szívemet tőled visszakérni, visszadobtad a szívemet, nem ismertem rája. Összetépted, összetörted, kínosztad halálra. Meghalok én, nem tudok én ilyen szívvel élni. Fölmegyek az Úristenhez, mennyúj szívvel élni. Meghalok én, nem tudok én ilyen szívvel élni. Fölmegyek
Valók én nem tudok én ilyen szívvel élni. Fölmegyek az Úristenhez egy új szívet kérni. Mert valók én nem tudok én ilyen szívvel élni. Fölmegyek az Úristenhez egy új szívet kérni. Bravo, köszönjük szépen. Itt Karcsiból is kitört az előbb a táncos komikus. Nagyon jó kis táncot lejtett, úgyhogy tőled is azt vártam, hogy majd itt elkezdesz táncolni. De nagyon elegáns volt, nagyon jó volt. Igen. Nem szabad túl. Nem szabad, jó. Egyébként nektek mi a következő 5 éves terv? Én évente legalább 4-szer Szlovákiát 5-ször megjárom. Általában műsorok miatt. De van úgy, hogy csak barátkozni megyünk ki. Azt nem is számolom, ugye? Igen. Annak se szer, se száma. Hát ezen kívül most úgy néz ki, hogy Svédországban van egy meghívásom, Lanskronában. Ott van egy, dolgozik egy barátom, és az akkumulátorgyárnak, ahol, aminek 25 ezer dolgozója van, és annak abból körülbelül majdnem 10% magyar. És igen, szeretnék, hogyha magyar nótákat énekelnék. Na, hát ez nagyon jó, örülünk neki, mert viszitek úgyhogy erre készülök, szét az én most speciál. Feleségem meg hát mosogat, úgyhogy... Mert téged kísér, ugye? Valamit neki is kell csinálni, így van. Minden esetre mi most folytatjuk a kívánság műsort, és kérjük már is a következő kedves nézőt, aki a vonalban van. Háló, szép estét kívánunk! Szeretettel köszöntöm kedves Évike és Győző, és minden művész, aki bennül a kedves Bokor János urat, a kedves aranyos tárga feleségét. Köszönjük szépen! Nagyon szeretjük. De én most, mivel nekem a kedves Évike, szeretném, hogyha ő énekelne, mert ilyen szépen ezt a szép magyar nótát nem hallottam még énekelni. Senkitől, csak tőle, a Vecsernyére szól a halam című nótát. Ezt küldeném én a kedves férjemnek a 60. születésnapja alkalmával. Én szeretném még köszönteni a 6. kerület Király utcába Kis Erzsébetet. Szeretném köszönteni Szerencsen az én kedves drága testvéremet Erzsébet napjáron. Nagyon boldog névnapot kívánok neki, és nagyon szeretném köszönteni a Vasári Pál utcában Erzsébetet és a Szalai szerkesztő urat. Rendben van, biztos, hogy hallotta. Babett voltam, kedves Évike. Rendben van, kedves Babett, már is küldjük nagyon önnek a kérdőt. Nagyon szeretem magunkat, alig várom, hogy jöjjön a csütörtök. Jaj, de aranyos, köszönjük. Lelazulok, ellazulok, imádom magukat. Örülünk neki, köszönjük szépen. Köszönöm, hogy meghallgattad. Köszönjük szépen, mi is a telefonját, további szép estét kívánunk, és küldjük már is a kérdalt. Amíg Éva felkészül, addig hadd mondjam, hogy nekem is ez a Vecsernyére szól a hang, ez a legszebb, egyik legszebb dala Évának. A másik, amit én nagyon szeretek, de a Cifratornyos szánkó, azt majd legközelebb az én kérésemre, jó? És akkor most következzék, Vecsernyére szól a harang, Tóth Éva énekel. Vecsernyére szól a harang, szelíd szagú hívogató hangja. Imádkozik az Istenhez, vízhalombos kicsi falu apja. Kísíri az orgona szó,
azt nem tudja többé vissza. Én is jártam becsernyére, valamikor nem is olyan régen. Imádkoztam az Istenhez, hogy tégedet adjon vissza nékem. De mióta a lelkemből a reményt is kiengedtem, templomban nem tudok betérni. Bocsássa meg a jó Isten, a templomba nem tudok betérni. Fogjunk össze, hogy ez a szép, érzelmes, nótás világ nem újjon el, de szép lenne. Köszönjük szépen, Évikém. És akkor kérjük a következő telefonálót, ha van. Halló? Jó, köszönöm szépen. Szép jó estét kívánunk. Jó estét. Egy férfi hang volt a telefonban. Jó estét kívánok, Nagy Sándor vagyok. Üdvözöljük. Üdvözöljük. Már régen beszéltünk egymással, és remélem a levelemet megkapták már. Igen, megkaptuk. Most utána néztem a múltkor, amikor és, mondta, és megvan. Hát nem tudom, hogy még telefon nem kaptam, hát nem tudom, hogy van-e esélye arra, hogy esetleg, hogy én is bekerüljek a műsorba. És a Lugla művőt tudtok én szépen a Majorra álmodtam című számot. Már is. Rendben van, már is. Évikét is üdvözlöm szeretettel, és a Bokor János művész urat is, mint régi barátomat, és a kedves feleségét is. Nagyon kedves, köszönjük szépen jó. A telefon. És várom a telefon Évike, hogyha van rá lehetőség, jó, akkor szívesen. Rendben van, nagyon kedves, jó, jó. Köszönjük szépen, további szép estét kívánunk. És akkor jöjjön a... Mit kért az úr? Majorról álmodtam. Majorról álmodtam. Rendben van, már is küldjük. Jó, köszönjük szépen, további szép estét. Löblan Győző énekel. Here.
Ez is egy sikerszám, kérem. Úgyhogy köszönjük szépen Löblan Győzőnek, és már is kérjük a következő kedves nézőt, aki a vonalban van. Halló! Halló! Szép jó estét! Jó estét kívánok! Szép jó estét kívánok! Kátai Zsuzsa művészetet szeretném, hogy Mária Tokni őszi Lózás című számot, és küldeném a szüleimnek Rákos Figyelt, aki nem szeret nézője a műsorban. Rendben van, már is küldjük. Nagyon kedves, köszönjük szépen a telefon, további szép estét kívánunk, és én arra biztatnám a vidéki kedves nézőket is, hogy azért próbálkozzanak bejutni ebbe a műsorba, mert nagyon-nagyon ritkán jutnak be. Úgyhogy hívjanak minket, 269-0386-os a telefonszámunk, most pedig következzék Kátai Zsuzsa. Köszönjük szépen Zsuzsinak, és most pedig egy gyönyörű szép nótát fogsz énekelni nekünk, mert most már itt csak szinte ez maradt. Daru madár fenn az égen, ami Karcsikám. Igazából nem is nóta, hanem egy operettdal. Hát, igen, de nagyon sokan hiszik egyébként, hogy magyar nóta, hiszen a zeneszerző... A Gülbaba című operettből van, de ez inkább nóta, mint igen, operett. Igen, mert hogy ugye az operett műfaj azért nagyon merítkezik a magyar nótából, a magyar népzenéből, cigányzenéből. Így van. Úgyhogy ez tényleg egy magyar nóta-szerű dal. Így van. Tehát Daru madár fenn az égen, a Gülbaba című operettből Peller Károly énekel. Daru madár fenn az égen, hazafelé száldogál.
Vándorbottal a kezében, cigány legény meg-megáll. Repülj, madár, ha lehet, vidd el ezt a levelet. Mondd meg az én kalambomnak, ne sírasson, felejtsen el engemet. Ha még egyszer Hamarjában veled együtt lehetnék, viola színnyó szójádon oldaladhoz simulnék. Szívemet a szívedre, gyenge legény létemre, lehajtanám bús fejemet. Atyú fehér, fehér hattyú kebledre. Köszönjük szépen, gyönyörű volt ez is. Karcsit szerzi nekünk a meglepetéseket, egyiket a másik után. Remélem a kedves nézőknek is nagyon-nagyon tetszett. Önök élő kívánság műsorunkat látják, 269-0386-os a telefonszámunk. És énekelted ezt, egyébként játszottad már, vagy nem? Nem, sajnos. És miért még választottad ezt a dalt? Igazából az énektanárom javaslatára, Kéringer László javaslatára, amikor megjelent 2009-ben az első lemezem, Ez operett címmel, akkor arra kerestünk egy pár olyan nótát is, ami nem kifejezetten táncos komikus nóta, de baritonális, és akkor tanultam meg az Egy rózsaszálat is végérvényesen, meg ezt a Darumadarat is, és azóta is minden fellépésemen el szoktam ezeket énekelni. Egyébként a magyar nótához hogy állsz? Ja, mennyire? Reméltem, hogy megkérdezed. Nagyon-nagyon szeretem a magyar. Nagyon sokáig, szerintem a fiatalok többsége így van, jaj, magyar nóta, úristen, ne? És aztán az ember elkezdi ezeket hallgatni, meg belecsöppen ebbe a világba, és ez fantasztikusak. Tehát, hogy igazából ha van a chanson, meg a kuplé, ugye a franciáknak, nekünk a magyar nóta az, ami a magyar ember szívét úgy igazán megmutatja. Igazából még nem mertem nagyon előhozakodni. Egyszer egy tévéműsorban énekeltem egy párat, és visszanézve úgy érzem, hogy még nem vagyok fölkészülve rá. Tehát én azt gondolom, hogy egy csomó nótához azért meg kell érni. De jó hallani ezt egy fiatal ember szájából. Ugye? Köszönjük szépen. Nagyon szépen köszönjük. Halló. De már is van egy következő szép telefonáló. Jó estét kívánunk. Halló? Tessék megszólalni, ön van a vonalban. Még sincs. De valaki van. Halló? Halló? Halló. Szép jó estét! Megijeszt itt minket! Igen. Én Gesztemben László vagyok. Arra helyzet, hogy szeretnék kérni egy számot. Ennek mondjuk az lenne a cím, hogy te meg én. Cipus hercegnő. Hát ezt szeretném kérni egy nagyon kedves, szimpatikus házaspártól, nekik van érdekes dolgó. Mondjuk ott ülnek egymás mellett. És hát arra most tudíroztam, hogy kitől kérjem, de
nagyon tetszenek azok, akitől most mondtam az előbb. Nagyon kedves. Úgyhogy nagyon várjuk ezt a számot. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Honnét hívott minket? Hát Budapestről, 17. kerületből. 17. kerületből. Igen. Rendben van, nagyon kedves. Köszönjük a telefon. Köszönjük szépen, további szép estét. És akkor következzék Cirkusz Hercegnőből a Te meg én duett. Sejted a szív, mit írás, vágyva vonul elér, érzed a tizit, látod a szemembe írás. Majd, ha teljesül az álmunk, boldogabb ki lesz mi nálunk, szép a szívre se volj, kedves nézőim. Azt mondta, hogy engedj már el. Igen, mert mindig szétnyom. Egy bombivának mindig rúzsos a szája, és piszkos a térde. De állandóan mindig szétmaszatolja nekem a rúzsomat. Most pedig kérdezem a kollégákat, hogy van-e kedves néző a vonalban. Halló, szép estét kívánunk. Nincs? Nincs, de hát hát, van már időnk. Nem sok időnk van, én azért gondoltam, hogy esetleg van-e, lehet még? Lehet még. Igen. Egy kérés? Jó, rendben van, akkor
Karcsikám, te fogsz énekelni. Jaj! Jó, drágám! És akkor én most el is köszönök a kedves nézőktől. Ne szaladj el, gyere még vissza, édes. Jó? Én szeretném megköszönni neked, hogy itt voltál velünk. Köszönöm ma este, hogy emelted a műsorunk fényét. Minden jót kívánunk neked, amit csak lehet, tényleg köszönöm. Tiszta hasonló szívből. Legyenek nagyon szép szakmai sikereid, és remélem, hogy még sokat fogunk hallani rólad. A Bokor házaspárnak szintén köszönöm, hogy itt voltak velünk ma este, és segítettetek teljesíteni a nézők kéréseit, kívánságait, és természetesen köszönjük a stábnak, és nem utolsó sorban önöknek, kedves nézőink, hogy velünk voltak ma este, és szebbnél szebb számokat kértek. Jövő héten csütörtökön ismételten jelentkezünk, akkor is várjuk majd önöket. Most pedig zárószámként Peller Károly fog énekelni. Mit fogsz énekelni, Karcsikám? Kislány vigyáz, ez a számnak a címe. Tehát jövő héten találkozunk, addig is további szép estét, minden jót önöknek, a viszontlátásra. Kezdj csókolom, a viszontlátásra. Ismert tréfát, ózár, a lány elől nem retirál, nem tepreng és nem spekulál, szalutál, harcra készen áll. A kockázattól nem félő, nem termet még oly kicsinő, ki könnyű szerrel retirál, hogyha ózár közbe jő. Mert a szép hős huszár helyre mit kalandra vár. Azt mondja, kislány vigyázz, csókra szomjas a huszár. Kislány vigyázz, minden ablakot bezár. Szép lányt, ha lát, pardont nem ád. Nincs pardon, nincs bocsánat, nem kegyelmez, gyenge szád. A kislány vigyázz, csukd az ablakot be már. Kislány vigyázz, meg ne lásson a huszár. Megejt a láz, baj lesz, vigyázz. Kislány a tűzzel ne játsz. Kislány, vigyázz, csókra szomjas a huszár. Kislány, vigyázz, minden ablakot bezár. Szép lány, ha látsz, pardon, ne válts. Nincs pardon, nincs bocsánat, nem kegyelme, gyönge szállt. A kislány, vigyázz, csókra az ablakot bevár. Kislány, vigyázz, meg ne lásson a huszár. Megejt a láz, baj lesz, vigyázz. Kislány, a tűzzel ne jár.